A választások előtt újabb közpénzmilliárdokat kapnak a Fidesz közös vagyonkezelők, vagyis a KEKVÁK. Az átlátszóhoz eljutott információk szerint erről nem nyilvános kormányhatározatokban döntöttek. Ezeket a határozatokat nem mutatták be a közlönyben, ennek ellenére ezek következtében olyan alapítványok kaptak közel 20 milliárd forint közpénzt, mint a Hausmann Alapítvány vagy a Matthias Corvinus Kollégium. Ugyanezek az alapítványok már tavaly is értékes ingatlanokat és más állami vagyonelemeket kaptak, ennek ellenére úgy tűnik, hogy a működési költségeket továbbra is az adófizetők fogják állni. Az átlátszó cikkéből megtudhatjátok, hogyan kaphattak titokban újabb közpénzmilliárdokat ezek az alapítványok.